Ismét egy olyan beruházásról beszéltünk, ahol a teljes összeget pályázaton sikerült elnyerni, tehát 100%-os támogatottságú. Összesen 96 millió forintból fog megvalósulni a beruházás. Ezen értékben 1001 lámpatest került lecserélésre Kistarcsa szerte. A terület átadás pár nap ezelőtt megtörtént, most itt a háttérben éppen az előkészületei zajlanak az első lámpatest felhelyezésének, és körülbelül május végén várható a projekt befejezése. Ugye ezek a új lámpatestek, ezek ledes technológiával készültek, ezzel váltjuk ki a régi fénycsöves és nátriumos fényforrásokat, ami azt jelenti, hogy sokkal energiahatékonyabban állítja elő a fényt, ugye. Körülbelül a számítások alapján a 63%-os energia megtakarítás várható ezekkel a ledes fényforrásokkal, lámpákkal. A fényerő az körülbelül ugyanannyi marad, esetleg kicsit javul, mint a régi állapotnál. Így választottuk ki a lámpákat, és még a szín hőmérsékletben lesz valamennyi eltérés, tehát esetenként nem olyan sárgás fény lesz, hanem kicsit világosabb, hidegebb fehér. A munkavégzés igazából elég gyorsan történik, kosaros autóval felállunk, letalpalunk, és egy rövid fél óra alatt a lámpacsere az meg is történik, szóval semmilyen különösebb bontási vagy zajos munkálatokra nem kell számítani.